voltunk fent, voltunk lent, rosszul kezdtünk, jól visszajöttünk. Végén a Veszprém siker lett, ez van. Gratulálok a Veszprémnek, én úgy érzem, hogy méltó ellenfelek voltunk. Nyilván az lett volna a legjobb, hogy győzzünk, de amit mondtam a hétfő nyilatkozatomban, és nem elég 40-50 perc jó játék a Veszprém ellen. 60 percig tökéletesen kell játszani, mert ők egyetlenül kihasználják, így is volt, négyen mentünk, följöttek, vezettek, fordítottak, megnyerték. Mesélj kicsit, milyen érzések havarognak most benned itt a döntő után? Leginkább csalódottság, megmondom őszintén, mert hazai pályán így elveszteni egy meccset, hogy a 40. perc körül még 4 góllal vezetünk, mert utána hirtelen jött egy rebizállat, eladtunk 3 labdát, átvették a vezetést, és kicsit azt éreztem, hogy összeomlott a csapat, azáltal, hogy újra meg kell mutattunk, hogy ezt a bajnoki címet mi nagyon szeretnénk itthon, és nem bírtuk én. Én azt gondolom, hogy ezt visszafordítani, ezt a meccset. Futottunk az eredmény után, úgyhogy tényleg a mi kezünkben volt az a meccs, és ezt mi vesztettük el. 20 perc volt nagyjából, amíg a Veszprém nem is tudott vezetni, vagy döntetlen volt, vagy nálatok volt az előny, és 4 gól is. Mi történt? Miért nem sikerült megtartani? Nem tudom, hogy mi történt. Így van szinte minden nagy meccsen, hogy mindig van egy ilyen holdpontunk. Sajnos most is volt. Amikor nincs, akkor általában nyerünk. Most volt. Miért van, nem tudom. Sajnálom, tényleg jó lett volna, ha sikerül győzni. Szerintem hirtelen akartunk 5-6-ot, belerohantunk, belevittük magunkat a futaságokba, és ezt egy ilyen csapat megbosszulja, nem kérdés. Egy döntőben ilyet nem lehet csinálni. Úgyhogy nagyon sajnálom tényleg, mert minden adott volt ahhoz, hogy ma mi legyünk a front tetején. Pásztormester elbúcsúzott-e már tőletek? Mondott-e már valamit, vagy ez még hátra van? Hogy néz ez most ki? Félig meddig búcsúzott is, nyilván nem ezzel akart foglalkozni, szerintem most azért majd fog mondani pár szót, szerettük volna elbúcsúztatni szépen, meg akik elismernek, az a pár játékos. Természetesen ez volt bennünk, ez is egy plusz motiváció volt, nem sikerült. Én szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy tényleg ilyen fantasztikus hangulatot teremtettek. Nagyon jó volt, nagyon óriási hangulat volt, remélem jövőre tudunk javítani. A szezont összességében hogyan tudod értékelni? Mint egy hullámos, olyan volt az összeron. Voltunk sokat lent, sajnos úgy érzem. Párszor jöttünk vissza, volt pár jó meccs, de nem tudtuk elkapni ezt a lendületet. Itt az év végére úgy érzem azért stabilabb lett a játékunk. Nyilván hosszú szezon, nem sikerült, amit elterveztünk, de ez van, az élet megy tovább. Gratulálok a Veszprémnek. Voltak egy-egy nagyon jó meccseink, voltak kegyetlen rossz mérkőzéseink, úgyhogy szépen akartuk zárni a szezon, sajnos nem sikerült, de ma még csalódottak vagyunk, és jövőre megteszünk mindent annak érdekében, hogy újra mi legyünk a bajnokok. Könnyebb nem lesz, nem nézve a távozókat, illetve hogy a szakmai stáb is elmegy? Könnyű az sosincs semmikor az életben. Mindenért meg kell küzdeni és meg kell harcolni, úgyhogy semmit nem laknak az előnkbe, hogy ezért kell dolgoznunk a nyártól, és újabb célokat kell kitűzni.